Velem még sose történt semmi megalázó. Soha. Az életünk. Sziasztok, Claudia vagyok, és ebben a videóban ismételten a királynővel vagyok, hiszen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan kértétek az előző videó óta, hogy legyen Alexával még videót, csináljatok videót, nagyon-nagyon szeretünk titeket együtt, szóval most elhoztuk nektek az én még soha kihívást, vagy nem is tudom mi ez, és ja, Alex a csatornájára már megcsináltuk az első részét, most hagylak köszönni téged, mert az előző részt ezt megnézhetitek az ő csatornáján, itt pedig most jön a folytatás, és izgalmas dolgok derülnek ki rólunk megint. Ja! Én még soha nem csókoltam meg a legjobb barátomat. Több értelmű, mert igazából ha valakivel együtt vagy, akkor az igazából a legjobb barátod is, tehát igen, kiskapu, de... Mondjuk nekem más is eszembe jutott. Nekem is! Az nem számít, hogy mondjuk csaj a másik illető, aki a legjobb barátnőd, és őt csókoltad meg, meg ilyesmi. Nem, ilyen nem volt. Komoly. Én még sosem voltam együtt egy barátom exével. Mármint úgy együtt, hogy lefeküdtetek, vagy csak kavartatok. Akármelyik. Milyen rossz kislány van. Már nem voltunk barátok. Ja, akkor nem is számít. Hát utána már biztos nem. Egyébként nem vagyok rossz ember. Ne utáljátok. Én még sose estem szerelembe első látásra. Olyan igazi szerelemmel nem, viszont folyton vannak olyanok, hogy... Úgyhogy ez ilyen... Igen, azt mondják, hogy szerelem első látásra, de olyan tényleg nem létezik. Max megtetszik valami, és én azt, hogy nem tudom annak is felfogni. Ma is metrón megláttam egy jó pasit, úgy néz ki, mint Ramos a Real Madridból, és így... néztem, meg tök oda voltam érte, de hát ez nem szerelem. Felébredtek megint a hormonok, meg az ösztönök. Le is mond, napok óta. Teheri hold van. Én még sose küldtem üzenetet senkinek, úgyhogy azonnal megbántam. Oh, minden részeg este. De most már elveszik a telefonomat. Hát nekem nem csak részegen, hanem ilyen hirtelen felindulásból. Jó, mondjuk olyan is. Én nagyon-nagyon szoktam rage-elni, és valamikor így másokon töltöm ki, és valaki felhúz valami aprósággal is, így minden szarságot, ami éppen a fejembe van, elmondom neki úgy, hogy ő legyen a szar. És utána meg, amikor így lenyugszom, akkor úristen, miket mondtam, meg miket írtam neki, és akkor mehet a bocsánatkérés. Fel vagyok pörögve, és tök jó hiperaktív állapotban vagyok, és írom a sok hülyeséget, meg küldöm a képeket, és így, Úristen, te hülye. Istenem, miért hülyét csinálsz magadban? Miért? Ez olyan, mint a skizofrén lennél, és akkor az egyik illetve, te jó! Aztán úbazd meg. Igen, igen. Nekem még sose volt paranormális élményem. Szerintem rengeteg szellem van a lakásunkban, egyelőre nem bántanak minket, kok-kok-kok. Egyelőre? Ki tudja, hogy bármikor jöhet valami démon. De a kutyám rengeteg szer, csak hogy kitágult szemekkel egy helyben mered, percekig néz egy pontot, amikor semmi nincsen, be van csukva az ablak, nem, tehát nem jár semmi levegő. Meg amikor a nagybáty, ez mondjuk vicces, hát kurva nem vicces, tehát a kutyám meghal. Ez nem vicces, ez lesz vicces, hogy aznap este, tehát ő vicces. Vízvezetékszerelő volt, és aznap este, mikor ő meghalt, mi nem tudtuk, hogy ő meghalt, mert kórházban volt, és még nem szóltak nekünk, csak reggel akartak. Másnap reggel felkeltünk, megtudtuk, hogy mi történt, és bementünk a WC-be, fehér volt a ülőkénk, viszont egy fenékfoltom szürke lett, és nem kentünk rá semmit, meg nem festék meg semmit, anyagába kiszürkült, egy ilyen fenékfoltom, mintha valaki rajta ült volna. De így tényleg egyik napról a másikra? Szarás. Nagyon durva. Meg szoktam látni, egyszer láttam egy szellemet. Hol? Szobában. Hogy? Este volt, most lehet azon magyarázni, hogy félálomban voltam, vagy álmodtam, vagy valami, de felkeltem valami hirtelen, és a tükörhöz néztem, és ugye a tükör az nekik ilyen átjáró, és ott láttam egy roma narancsága ruhában egy hosszú barna hajnőt. Jaj, hallod, kirázott a hideg. Hát nekem mondod, hogy... Hallod, így az arcomon is végigfutott. Én amúgy, én ki vagyok ezekkel a témáktól. Én is nagyon. Én még sosem mondtam senkinek véletlenül, hogy szeretlek. Véletlenül? Úgy még nem? Szerintem véletlenül én sem. Véletlenül sem. Szeretlek. Jó, nem, viccetek. Hoppá, nem ezt akartam mondani. A másik szót kerestem. Ja, utállak. Én még sose stoppoltam. Egyszer. Soha többet. Ez így jó. Átragasztod rám. Bocs. Sose simogattam vadállatot. A marja. Mit simogattál? Krokodil. Én is.
meg ráültettek a hátára, és van bele képen. Még kisbaba voltam. Anyáik nem szaroztak, kell nekünk még egy gyerek? Nem, ültessük rá a krokodilra. Én még sose tévedtem el. Soha. Most sem, hogy jöttem. Én se állatkertbe, se bevásárlóközpontokban soha nem hagynak el szüleim. Mocskor is ki a nagyon elhagytatom, hol vagyok. Ne legyél már gyerek. Nekem ez trauma, mert plázában anyáik elhagytak egyszer. Bocsánat, hogy szabadba vágottam olyan vicces. Először videóban, amit a te csatornádra csináltuk, az én traumám, mi traumáit, hogy beszéltünk, most meg kell egyszer. Pszichológusai vagyunk egymásnak. Szóval anyáikkal mentünk a plázába, és egyszer a strandon hagytok el, meg egyszer a plázába a könyvesboltba. Meg ráöltetek egy krokodilra, szerintem nem szeretek téged. Pedig én azt hittem, hogy én vagyok a kedvenc gyerek, de lehet, hogy tévedek. Egy kicsi libriről van szó, oda bementünk, anyáik nézegették a CD-ket, én meg így elkóvályogtam. Voltam vagy 5-6 éves, és így megálltam a bolt bejáratába, az ilyen kapuk mellett, amik besípolnak, és így torkom szakadtából elkezdtem bőgni, meg üvölteni, hogy anya! És közben néznek, hogy anyák, hogy ez ki érni, hogy elhagyja a gyerekét, meg hogy mit ordít ez a gyerek, aztán kinéznek így a polcok között, hogy baszd meg, ez a mi gyerekünk. És így mindenki ott nézett, meg emlékszem az emberek tekintetére, hogy kétségbe esetten néztek rám, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Szerintem. Én még sose találkoztam híres emberrel. Én is ezt akartam mondani. De lelkitársak. Ugye, ahogy benne vagyunk ebben a YouTube-os világban, és én másokat is így híres embernek fogok fel, mert úgyhogy én nem érzem azt, hogy én híres lennék, vagy bármi, de hogy akik körülöttem vannak, rajtuk azt érzem, hogy ők híresek, és ugye amikor először is így voltam így playtem, meg mindig találkoztam veled is, mindig is így először is fangirlingeltem, aztán most leszoktam tegnap is, amikor az Isti hozott minket, én meg sem szólaltam először a kocsiba, csak így ültem ott mögötte, hogy hú, itt van előttem az Isti! És utána meg hazafelé, amikor már be voltam csicsentve, akkor beszólogattam neki, szóval előjött a borsodi énem. Én fesztivál szervező voltam, amikor jön meg sok mindenkinek elmondani. Ja, hát ilyen alap dolgok, hogy tegnap is elmegyünk a buliba, sok celeb, meg minden. Alexa, vele is ittam, vele is buliztam, őt is ismerem, ő is csinált velem képet. Engem mindenki ismer. Kiderült, hogy nem is ők a híres emberek, hanem te. És ők akarnak veled képet. Utolsó állítás ebbe az izgalmas videóba. Rólam még sose került fel megalázó videó YouTube-ra. Én nekik videóm van. Amúgy én visszanéztem erre, nem tudom, hogy sohával vagy az igennel válaszoljak, mert visszanéztem a régi videóimat, és annyira gáz, hiába csak egy ilyen egy-másfél éve voltak, annyira más voltam, és annyira fura, hogy visszanézni, hogy milyen voltál. Borzasztó. És valamelyik itt tök cikinek érzem. Lehet, hogy privátba kéne rakni pár videót. De azt hiszem, hogy soha nem nézik senki a régi videóimat. De amikor én így kommenteket, és Úristenet, hogy fent van. Szóval ennyi lett volna ez a csodálatos videó. Köszönöm ez szépen. Ez a videó. Köszönöm szépen Alexának, hogy itt lehettem vele, és megcsináltuk ezt a videót. Igazából én voltam a te csatornádon, úgyhogy köszönöm. De nem úgy, hanem hogy itt, és hogy létrejöhetett ez az egész videó. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Mindenféleképpen nézzétek meg Alexa videóját, meg minden, és kommentáljátok, hogy hashtag Klexa. Sziasztok! Sziasztok! Ahó, kivettem a fogat. Nem vettem észre, elkezdtem mindig beszélni, és így megcsapott a kamera, vagy a villám.